A keleti országrészben néhány helyen már elrendelték az ebzárlatot, emellett soron kívül vakcinázzák a rókákat Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében február 24-én és 25-én, valamint legeltetési tilalom is életbe lép. A térségben már több veszettséggel kapcsolatos eset is előfordult. A probléma forrása az orosz-ukrán konfliktusban is keresendő, hiszen a háborús helyzet miatt a rókák orális vakcinázásának programja félbeszakadt, ezért akár veszett róka is átjöhetett a határon, és találkozhatott a magyar területeken élő állatokkal. Néhány esetben bizonyosan tudható, hogy veszettség okozta, megbetegedések történtek. Főleg itt ugye a rókák, aranysakálok, illetve a kutyák, macskák a veszélyeztetettek, de szarvasmarhában is előfordult veszettség eset. Amire nagyon oda kell figyelni, hogy Magyarországon jogszabály kötelezi a kutyatartókat arra, hogy a kutyáikat évente egyszer kötelezően veszettség ellen beoltassák. Molnár Tamásné, az Aska menhelyének vezetője úgy fogalmazott, hogy sajnálatos módon a tapasztalat nem azt mutatja, hogy az állattartók betartanák a kötelező előírásokat. A székesfehérvári ebrendészeti telepre nagyságrendileg 1000 állat kerül be évente, ezeknek pedig átlagosan a 30%-a rendelkezik mikrocsippel, tehát körülbelül a harmaduk van beoltva veszettség ellen. Mint mondja, a problémát ebben az esetben az jelenti, hogy felelőtlenek az állattartók. A veszettség egyaránt veszélyt jelenthet a házi és a vadon élő emlős állatokra, általuk pedig az emberre is. Molnár Tamásné kiemelte, abban az esetben alakulhat ki veszélyes helyzet Fejérvár megyében, amennyiben nem tartják be az emberek az úgynevezett kötelező karanténokat. Nagyon rossz tapasztalatom van azzal kapcsolatban, hogy a keleti országrészben megtalált kutyákat, macskákat mindenféle karanténozás nélkül elszállítják az ország belsejében, vagy éppen a nyugati országrészen levő állatmenhelyek irányába, miközben nem lehet tudni azt, hogy ezek az állatok hordoznak-e bármilyen betegséget vagy vírust magukkal. Molnár Tamásné továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy fokozottan oda kell figyelni azoknak is, akik úgy döntenek, hogy állatokat szeretnének menteni. Akik így tesznek, azoknak minden esetben be kell tartaniuk a kötelező állategészségügyi előírásokat, azaz minden talált állatot azonnal karanténba kell helyezni.